Március 13. -a. Isten odaadja magát. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. János Evangélium a harmadik fejezet, 16. vers. A megváltás nem csak a bűntől való szabadulás vagy a személyes szentség megtapasztalása. Isten azért váltott meg, hogy teljesen megszabadítson önmagunktól a vele való egység érdekében. A megváltás felőli tapasztalatom a bűn alóli szabadulás és a személyes megszentelődés körül forog. Pedig megváltottnak lenni azt jelenti, hogy Isten szelleme összekapcsolt engem Isten személyével. A váltság által áthat engem valami, ami végtelenül nagyobb önmagamnál. Isten odaadása vesz körül. Ha úgy gondoljuk, hogy a szentség és a megszentelődés hirdetésére kaptunk megbizatást, akkor mellékvágányra futottunk. Isten arra hívott el, hogy Jézus Krisztust hirdessük. Isten megváltotta a bűntől és megszentel, ezek az ő odaadásának csodálatos gyümölcsei. Az átadás nem tudatos hatás elérésére irányuló erőfeszítés, ez számítás lenne, egész életünk tele van azzal az egyetlennel, akinek odaszántuk magunkat. Vigyázz, ne beszélj átadásról, ha te magad nem tudod, hogy mi az, és addig nem is tudod meg, amíg meg nem érted a János 3.16-ot. lik azt, hogy Isten tökéletesen odaadta magát. Átadásunkban úgy adjuk oda magunkat Istennek, mint ahogyan ő adta magát értünk minden számítás nélkül. Soha se nézzünk átadásunk következményeire, hiszen életünket egészen ő tölti be.